Hello mindenkinek! Ebben a tartalomban a City Skylines 2 Region Pack legújabb tagjait, a német épületeket fogom bemutatni. A videó során nem arra törekszem, hogy minden egyes sarokházat külön-külön megmutassak nektek. Sokkal inkább egy általános képet szeretnék arról adni, hogy mire is számíthatok, ha letöltitek az ingyenes német épületcsomagot. Egy szóval, meine Damen und Herren, hallo Germany! Lássuk a német épületeket! Mindenek előtt az új épületcsomagot a CS1 sikeres content creatorei Arnesto, Titan és Feintbold készítették. Például Feintbold neve már ismerős lehet onnét, hogy ő fémjelzi a City Skylines 1 Skyscrapers-t is, amely szerintem a CS1 egyik legjobban sikerült content creator packje volt. E tény már önmagában is garancia minőségre, és ebben a tekintetben nem is kell csalódnunk a német csomagban. Maguk az épületek részletesen kidolgozottak, és nagyon jól hozzák a klasszikus germán stílust. Az külön tetszett, hogy a francia csomaggal ellentétben a készítők nem ragadtak le a fővárosnál, így a berlini mellett a braunschweigi, a dresdai, valamint a lipcsai épületek is megjelentek a csomagban. Az új német épületeket több városban is kipróbáltam. Elsőként egy nagyon korai 7. szintű városomban, Greenfieldben. A Tampere térképen közvetlenül azután kezdtem el építkezni, hogy a játék egy évvel ezelőtt megjelent. Szóval ez még egy nagyon kezdetleges város, így a német épületek pont arra lesznek jók, hogy kicsit feldobják a túlságosan iparcentrikussá vált települést. Továbbá a sok gyárépület miatt szükségessé vált, hogy többen lakjanak Greenfieldben. Ennek a régi farmnak a helyén, így némi útigazítás után egy komplett germán negyedet fogok felépíteni. Kezdjük a zónázott épületekkel. A német csomag kétféle zónázott épülettípust kínál, a normál medium rezidentálokat, valamint a mixed rezidentálokat. A közepes lakóházakból sokféle méretű és színű áll rendelkezésre, amelyek a fejlesztői napló szerint is szépen illeszkednek egymáshoz. S valóban, a különböző német városokból származó épületek jól megférnek egymással, sőt, akár az európai stílusú épületekkel is kombinálhatók. Arra azért nem árt figyelni, hogy a francia csomaghoz hasonlóan ezek is úgynevezett wall-to-wall épületek, tehát a szoros beépítés igencsak ajánlott. Valamint annak a kilogikázása is, hogy az egyes épületekből ne a tűzfal látszódjon. Ezt a hibát nekem első körben sikerült is elkövetni, de idővel majd kitapasztalom a német csomagot, és én is ügyesebb leszek. Lássuk a mixed rezidentálokat. Itt is a kicsitől a hatalmasig mindenféle épületet találhatunk. Ugyanakkor kell ahhoz egy idő, mire az ember kitanulja, hogy mely méretű zónák fognak normálisan beépülni. Ezek a házak a szépen kialakított belső tereknek köszönhetően üdes színfoltjai lehetnek a városnak. Látszik, hogy a készítők valós környezetből inspirálódtak. A szervízépületek szintén jól sikerültek, bár a francia csomaghoz képest egyértelműen kisebb változatosságot mutatnak. A német csomagban így helyet kapott a rendőrség és a tűzoltóság, amelyet kisebb és nagyobb változatban is megépíthetünk, valamint az általános és a középiskola is. Számomra a Pálmát azonban megint a vasútállomás vitte el, amely valójában egy főpályaudvar, ezért csak egyetlen egyszer építheted meg. De tekintélyes méretével és gyönyörű kivitelezésével bármilyen városközpont igazi ékessége lehet. Ejtsünk még szót a signature buildingekről, amelyek mindegyike a kereskedelmi épületek közé tartozik. Ezek közül számomra igazán nyomot csak a bevásárlóközpont tudott hagyni, amely azonban szintén bármilyen városközpontot fel tud dobni, akár úgy is, hogy a főpályaudvar mellé építed. Nem mellesleg pedig több mint 450 embernek ad munkát.
A többi nevezetes épület szerintem inkább kiegészítő jellegű, számomra olyan volt, mintha csak azért tették volna bele, hogy ezzel a kereskedelmi részt is letudják, vagyis legyenek a csomagban kereskedelmi épületek is. Nézzük az összesített értékelést. Habár a külföldi youtuberek oda meg vissza vannak a német csomagtól, én azért árnyaltabban látom ezt a képet. Való igaz, hogy egy jól használható más épülettípusokkal is kombinálható csomagot kaptunk, amely ráadásul nem is eszi a géped memóriáját, hiszen összesen 1,1 gigabájtot foglal el, szemben a francia csomaggal, amely több mint 3 gigabájt kívánt. Összehasonlítva azonban éppen a francia csomaggal itt nincsenek irodaépületek, sorházak, valamint jó lett volna pár masszív berlini bérház is. Se baj, majd talán a közép-európai csomagban ezek is megjelennek. Szintén hiányoltam, hogy több szervíz épület is legyen, például a klasszikus német posta, pláne a jellegzetes U-bahn metróállomás nagyon sokat tudott volna hozzáadni ehhez a csomaghoz. Összesített értékelésem itt 10-ből 7,5 pont. Persze, az épületek szintlépése miatt még sok felfedezni való maradt a német csomagba, így ha téged érdekel, hogyan építkezek ezekkel az épületekkel hosszabban, akkor november 14-én csütörtökön délután 4 órától várlak a Twitch-en, ahol egy régi kedvencet, Eurográdot fogjuk feldobni a német épületekkel. A Twitch-et szintén Andrew City Life néven tudod elérni, köszönöm, hogyha ott is bekövetsz. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót. Ez volt a német épületcsomag rövid ismertetése, de természetesen a Twitch-en Eurográdban, a YouTube-on pedig Flora városában is fogsz még találkozni a német épületekkel. Remélem, hogy neked is sok örömöt telik majd ezekben a csinos létesítményekben. Én pedig már készülök az angol csomagra, amely 2 hét múlva november 25-én fog érkezni. Ha jól sikerül, akár felfoghatom majd szülinapi ajándéknak is. Legyen szép napod és jó játékot!